Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Másolta? Nem. Semennyit? Semennyit. Senkiről? Senkiről. Van egy sógor, annak van egy volt sógor, annak van egy volt szakdolgozata. Nincs az se meg, nincs az öné se meg, de megvan a bírálat. Hát az egyik. Az ön szakdolgozatának a bírálata. És megvan a volt sógor szakdolgozatának egy másolata, tehát az eredeti példány. Majd mindjárt a körülményekről is beszélünk, de amit pillanatnyilag tudunk a Hír TV jóvoltából, az értékelésből, az ön meg nem lévő szakdolgozatának oldalszámait, amikor emlegetik, és megkeressük a volt sógor szakdolgozatában, és az oldalszámok a téma szerint egyeznek. Hát ezt egyszerűen szerintem már nagyon kevés ember van ebben az országban, aki azt gondolja, hogy ön nem másolt ezt a dolgozatot. Hát akkor kezdjük az elején, jó? Mi a plágium? Az a plágium, hogyha valaki más szellemi termékét a sajátjának tünteti fel. Ebben az esetben ezt úgy lehet bebizonyítani, hogyha fogjuk a két hiteles szakdolgozatot és egymás mellé tesszük. Miután ezt a két szakdolgozatot valaki vagy valakik ellopják, innentől kezdve mindenki őrült bajban van, aki bármit állít. Sejtetni lehet, gyanúsítani lehet, és logikai konstrukciókat lehet mondani. Azt honnan tudja, hogy ezeket a dolgozatokat ellopták? Nézze, mennyi a valószínűsége annak? Ön is tanárképzőre járt, ismeri valamennyire a pécsi volt főiskolát. Az egy 1600 fős kar volt, amikor én jártam. A több 10 000 szakdolgozat halmozódik fel. Ezeket a tanszékeken tárolják. Két különböző tanszékhez írtuk a dolgozatokat. Ezek a tanszékek fizikailag is egymástól távol vannak. És azt állítják, hogy mind megvan, kettő hiányzik. És biztos, hogy mind megvan? Ez nem az én dolgom eldönteni. Azt állítják, hogy ez a kettő hiányzik? Az egyetem ezt állítja. De lehet, hogy több is hiányzik. Nézd, igen sok mindent nem tudunk ebben a történetben, de annak a valószínűsége, hogy magától 4 év, 5 év különbséggel két különböző tanszéken tárol dolgozat, úgy tűnik el, hogy a többi azt mondják, hogy megvan, hát erre még én mondom azt, hogy ennek kicsik a valószínűsége. Ki az, aki ezt ellopja? Nyilván az, aki ellenérdekelt félén hozzám képest. Miért kell neki eltüntetnie? Éppen azért, hogy ezt a vádat lehessen konstruálni. Mi az, amit bemutat Rozs Szabolcs így lobogtatott papíron? Valamit, amiről nem tudjuk, hogy az volt-e a dolgozata. Vagy egy olyan papír, ami ahhoz készül, hogy az én dolgozatomról készült bírálatnak és ennek a papírnak legyen közös metszete. De lehet még ebben egy másik elmélet is. Tehát, hogyha valakik ellopták azzal a céllal, hogy aztán a bizonyíték ne legyen meg, hogy egyiket a másik mellé tesszük, nem tudjuk, hogy kik voltak azok. És mi zárja ki, hogy maga lopta el? A saját dolgozatát, hogy ne lehessen a kettőt egymás mellé tenni. Hála Istennek, ebből már nem lesz egy Obersovszki interjú. Hát olyat, tehát azért beszélgettünk az elmúlt években párszor már. A dominikánus rendből érkező szerzetesek adták általában az inkvizíció nagy döntőbíráit. Az inkvizíció lényege, hogy a gyanú egyben maga a bűn, és a bűntelenséget, vagy a gyanú megalapozatlanságát a meggyanúsítottnak kell hát megtennie. Képzelj el, csak nevelési céllal mondom, és ne sértődjenek meg itt a operatőr kollégák. Egyikre rábökök, és azt mondom, hogy maga tolvaj. Azt mondja, dehogy vagyok én tolvaj. Ha nem tolvaj, bizonyítsa be. És állni fog az operatőr kollega, hogy a csodába tudja ő ezt bebizonyítani. Azt mondják, hogy maga plagizált. Bizonyítsa be. Én nem. Mondja a Fidesz, hogy Gyurcsánynak kell bebizonyítani, hogy nem plagizált. Ebben igaza van, tehát így, tehát a fordított bizonyítási eljárás azért ritkán szokott érvényesülni, hála jó Istennek. Tehát akire azt mondják, hogy ő valamiben valószínűleg vétkes vagy gyanúsított, akkor ezt nyilván az állítónak kell bizonyítania. De amikor ilyen gyanús körülmények között, ha igaz az, hogy csak azon az évfolyamon 1600 szakdolgozat közül kettő hiányzik, az öné és a 4 évvel korábbi volt sógor szakdolgozata, amiről most feltételezhető az értékelés elbírálás alapján, hogy vannak hasonlóságok, akkor keressük azt, hogy kilophatta, kitüntethette el. Nem logikus gondolat, hogy esetleg ön saját maga
vagy kiloppatta valakivel, hogy ezt a dolgozatot a sógor dolgozatával soha ne lehessen összehasonlítani. Nem vádolom, nem azt akarom, hogy bizonyítsa be ennek ellenkezőjét, de hogy ez is felmerülhet az emberekbe, az bizony igaz. Nézze, az különbözteti meg a tisztességes eljárást és magatartást a tisztességtelentől, hogy a gyanú alapjául nem egyszerű logikai konstrukciókat állítunk fel, hogy elképzelhető-e, mert őszintén szól a világban, igen sok minden elképzelhető, hanem bizonyítékokat. Ami itt vád megfogalmazódik, az egy súlyos vád. Én erről egyébként, hogy mondjam, elég világosan beszéltem, hogy mit gondolok arról, hogyha valaki plagizál. Ma is ezt gondolom erről. Azt mondani egy ilyen eljárásban, hogy hát kérem szépen, ha nem tudja bizonyítani az igazát, akkor ő az. De nem érdekes, hogyan kezdődött ez az ügy? Úgy kezdődött, hogy heteken keresztül máshol sem szólt a történet, csak hogy megtudják, hogy nekem megvan a saját dolgozatom. Emlékszik ön rá? Uh-huh. És mikor kiderült, hogy az enyém nincsen meg, az a saját kezemben lévő esetleges kéziratommal nem tudom bizonyítani a saját történetet, akkor is csak ekkor jönnek elő ezzel a váddal. Egészen odáig nem. Egészen odáig az a képtelenséget állítják, hogy én a két diplomámat egy szakdolgozat írásával védtem meg, miközben 6 év eltelt a kettő között. Én meg azt gondolom, hogy ez a történet, mint igen sok más történet, lásd UDZRT, lásd Veres János ellenmenő történet, mindegyikben bírósági döntések vannak az elmúlt hetekben, ezt valaki tisztességesen megépíti. Mint ahogy megépítik, hogy Szilvási az, aki az bűnös volt, és nem pedig azok, akik a bűnt megkonstruálták, akik megépítették épp a hírtévével ködösen, hogy Veres bűnös volt, nem pedig azok, akik konstrukciót építettek. Ez a harmadik ilyen történet most ezekben a hónapokban. Hát ez most innen nehéz lesz tovább lépnünk, mert megint csak oda tudok kiukadni, hogy mégis valamit kérek öntől, hogy bizonyítsa az igazát, miközben tudom, a vádat vagy a gyanút felvetőnek kellene igazából, tehát nekünk újságíróknak bizonyítani azt, hogy ön tényleg plagizált, legyen ott a két szakdolgozat, de nincs ott a két szakdolgozat, úgyhogy mégiscsak innen tudunk kiindulni, hogy öntől kérdezem a részleteket. Az már biztos, hogy volt egy volt sógora, hiszen meg is találták a hírtévések, meg is szólalt. Azt már tudjuk, hogy a két dolgozatnak a címe azonos. Ebbe például mi az életszerű, hogy nem másolta, nem kérte el tőle, nem adta oda, és azonos címet adtak két szakdolgozatnak? Mindent én szerintem ne higgyünk el például, amit hallunk. Mert nem azonos a címe? A családtagjaitól. Mindent ne higgyünk el. Hát nézd, egy meglehetősen általános címről beszélünk. Balatonfüreden vagyunk. A Balaton északi partján. A család maga valóban nem szűrészkedik, borászkodik. Hogy Szabolcs miért választja ezt a témát, fogalmam sincs. Mondta, szereti a bort, meg egyébként is hát azon a vidéken lakott. Oké. Okay. Ön nem. Oké. Okay. Hát akkor éppen igen. Én az első perctől világosan. Én már arra sem emlékszem mostani távlatból, hogy a Szabolcs annak idején miről írt. De ha igaz, hogy erről írt, és mostanra tudjuk, hogy igaz, akkor teljesen természetes, hogy amit ott találok anyagokat, és ebben egészen biztosan nem mondanak én szerintem igazat, és szeretném tudni, hogy miért nem mondanak igazat. Mert a boltsogor és a boltanyós? Mert nincsen rendben így, őszintén szólva. Azt állítani 30 év távlatból ezzel a magabiztossággal, hogy ott semmilyen anyag nem volt, ez azt gondolom, hogy nem felel meg a valóságnak. A szakdolgozat munkapéldánya az ott volt, azt mondják. Én ezt nem tudom, azt mondom, hogy sok anyag volt ott. Ebben a témában jó néhány anyag volt. De milyen anyag? Szakkönyvek? Hogy szakkönyv, micsoda? Beszámoló, kézirat, ennyi anyag. De és ezek, mert azt mondják, hogy soha nem is borászkodtak, amiért lettek volna szakanyagok. Hát gondolom, hogy a Szabolcs is írta valamiből. Tehát a volt sógor szakdolgozatához felhasznált szakanyagok voltak. Talán ott. Azok lehetek, talán ő gyűjtötte, talán más miatt volt ott. Én ezt nem tudom megmondani, miért volt ott. Őszintén szóval arra sem emlékeztem, hogy én olvastam a Szabolcs dolgozatát, csak azt mondom, ha az ott volt, akkor nyilván olvastam. Ráadásul lehet, hogy kéziratban volt, mert a mama ilyen papírokat mutogatott, ugye nem bekötött dolgot. Ja, de önnek, tehát arra emlékszik, hogy egyáltalán bármiféle szakírat, anyag, hogy került a kezébe? Családi ebéd, nézegeti a könyvespolcot és levet, de jó lesz szakdolgozat témának. Ennél biztosan bonyolultabb, hogy ez fiók, doboz. De emlékszik rá? Mire? Hogy került a kezébe?
A házban került a kezembe, nem kellett hozzá kutatni, nem olyan viszonyban voltunk, mi egy nagyon emberi, nagyon jó viszonyban voltunk. Nagyon jóban. Hogy nekem az anyósom adja a kezembe például. Mert mondom, hogy a csodában most már szakdolgozatot kell írni, rohanni kell, mert ebből baj lesz. Hogy én magamtól állom meg. A Szabolcs a legkevésbé, mert én életemetlen 5 napot beszéltem a Szabolcsal, mi nagyon különböző emberek vagyunk. Dacára annak, hogy sógorok voltunk. Én ezt nem tudom önnek megmondani. Miközben készültem magával Mester beszélgetni, megpróbáltam felidézni az utolsó nagy tanulmányt, amit még miniszterelnökként írtam, amikor az SZDSZ követelt tőltem, akkor egy nagy átfogó papírt. 2008-ban. Azt hol írtam meg? Azt Pesten írtam, vagy például a kokáért a Balatonon? Nem tudom megmondani. Két-három... Nem csak a hely, a konyhába írta, Füreden írta, vagy Budapesten írta, vagy Pápán írta, nem ez a lényeg, hanem maga a szituáció azért annyira, tehát ez nem 60 évvel ezelőtt volt, azért arra csak emlékszik, hogy ott van anyóséknál, vasárnapi ebéd, felkelnek az asztaltól, mindenki megtörli a száját, de egyszer csak nézd már, itt a Balaton felvidék borászat, a szőlészete, ez mennyire jó kis szakanyag, és így tette magáévá. Tehát, hogy valami szituáció én csak ezt, maradt. Én ezt szívesen eljátszom magának, bár nem vagyok olyan jó színész, de ilyen sztorikat nem tudok magának mesélni, hogy színesítsem, ezt a történetet. Nem emlékszik. Nyilvánvalóan jártunk könyvtárba, jegyzeteltünk, talán ki is vettünk könyvet, fogalmam sincsen róla, de hogy a dolgozathoz, az inspirációt, a témát, a papírokat, azt a Fügyeli házból lehetett nyerni és kapni, abban nagyon biztos vagyok. Hogy ez azért történt-e meg, mert ezek szerint a Szabolcs sok évvel ezelőtt ugyanezt csináltam, hogy azért-e, mert valaki ezt nekem elmondta a családból, akár akkori feleségem Beatrix vagy az édesanyja, vagy magamtól, nem tudom ezt önnek megmondani. És akkor oldalszámra mert... hogy egyeznek meg? A bírálatot tudjuk, de a bírálat alapján oldalszámokat megtalálunk a volt sógor szakdolgozatában. Ezt nem tudjuk, hogy mit mondott a volt sógor. Ön sem tudja. Hát csak egy helyen van hiteles papír. Az egyetemen. Minden más, az később csinálható. Mi van, hogyha amit mutattak nekünk, az nem a Szabolcsnak a szakdolgozata, hanem az én ellopott szakdolgozatommal kreált valamilyen papír. Ezt tudjuk? Bizonyítja valaki? Semmit nem tudom. Azt se tudom, hogy az a bírálat igazi-e. Azt se tudom, hogy a volt sógor szakdolgozata, illetve annak munkapéldánya az ugyanaz-e, mint amit beadott, és ami eltűnt. Valóban semmit nem tudunk. De pont ez a sok-sok semmi, sok-sok kérdőjel az, ami nagyon sok gyanút kelt fel az emberbe, és... Ekkora összeesküvés elméletet én már nem tudok gyártani, hogy valaki egy elbírálási jegyzőkönyvet, nem tudom ezt hogy hívják, és gyártott, és hamisított, és most azzal próbálják önt hírbe hozni, hogy egyébként egy nem is valós dokumentum alapján hasonlítják össze az ön dolgozatát a volt sogorével. Milyen szerencse, hogy én ilyet nem is állítok. Én csak kérdezek. És azzal a jogommal kérdezek, amivel mindenki azt gondolja, az én helyzetemben kérdezne, hogy nem elegendő fondorlattal gyanút szőni és állítani, tessék bizonyítani, és nem megyünk bele abba a zsákutcába. Mert abban a zsákutcában maga van a politikai halál, amiről Orbán Viktor beszél, hogy meg kell ölni az ellenfelet. Hogy elviszik a hivatalos szakdolgozatokat, utána pedig azt mondják mosolyogva, tessék bizonyítani. Olyan egyszerű lenne, hogyha meg lenne otthon. Magáim megvan? Meg. Kereste már? Nem tudom, hogy hol van. Baráta ismerősei, akik erről beszélgettek, mondták magának, hogy a 700-át most, hogy a Gyurcsának nincsen meg, én is megnéztem, és fogalmam sincsen. Soha senkivel erről nem beszéltem, úgyhogy nem tudom. Maga az egyetlen Magyarországon akkor, valószínűleg. Még azt tapasztalom, éppen a fiátügyem kapcsán, és nem csak Facebook nyilvánosságában, hanem a személyes viszonyokban, hogy rendre azt mondják, te jóságos Isten, legyen sincs meg. Azt mondja Bauer Tamás, akinek gondolom a szavaiban nem nagyon kételkednek. Nem csak azt nem tudom, hogy hol van, arra nem emlékszem, nyilatkozta éppen a délutáni rádióban, hogy miről írtam. Igaz, régebben volt. De aki már életében elhagyott lakáskulcsot, forgalmi engedélyt, bukszát, és nem folytatom, az higgye el. Aki életében elhagyott egyetlen egy könyvet, azt higgye el. A szakdolgozat, aki nem tudományos pályára készül, alig több neki, mint egy évfolyam dolgozata.
ennyire tartja becsben, én magam ennyire tartottam becsben, és nem vagyok hajlandó azért őszintén szólva sajnálkozni és bocsánatot kérni, mert én nem tudom megmutatni a szakdolgozatot. Nem az én dolgom, az egyetem dolga a felelős őrzés. Tegye meg! És nagyon örülök, hogy az egyetem végre, a tegnapi meg mai mi nyomásunkra végre eljárásokat kezdeményezett. Az a helyszíne, ahol egyeneseket lehet majd mondani. Ön már valakit feljelentett? Mert május 1-i majálison azt mondom, mindenkit fel fog jelenteni. Ugye azt, hogy kettő feljelentést fogok tenni. Az egyik ismeretlen tettes ellen, lopás miatt, mert az egyetemről elloptak kettő szakdolgozatot. A rektor bejelentette ma végre, a tanárok tanulják, hogy ők ezt megteszik. Innentől kezdve ez legalábbis nem sürgős. A második pedig, aki azt állítja, hogy plagizáltam, hát ebben a legegyenesebb mondatokat első oldal nagy címmel kijelentő módban eddig a Magyar Nemzet tett. Megkapta ott a szerkesztőség és a kiadó mai napon délután a helyreigazítást. Ha nem teszi meg, akkor következik a sajtóper, utána következik a személyiségi jogi per természetesen. Én még mindig ott járok, és tudom, hogy ez meg már az én összeesküvés elméletem, hogy nagyon-nagyon magabiztos az igazában. Ez két dolog miatt lehet. Vagy az, amit állít, hogy nem plagizált, bár valamilyen már nem emlékei közt, már nem élő körülmények között mégiscsak a sógornak, vagy a sógor által is használt valamiféle forrás munkákat felhasználhatott és kerülhetett a kezébe, de nem a sógora szakdolgozatát másolt át, legalábbis a 35. oldalig állítja ő. Vagy ez az igaz, vagy az az igaz, amit az előbb mondtam, és erre nekem egyértelmű igen vagy nem kell, hogy ön volt-e az, aki kilopta vagy kiloppatta, igen vagy nem? Nem. Mi lesz most a következő? Szerintem a mai nap egyszerűsödött a helyzet, és ez jó. Azzal, hogy az egyetem végre teszi a dolgát, arra fordulnak elő a történet, ahol ezt el kell bírálni. Az egyetem egyik oldalról tett egy feljelentést, a rendőrség nyomozni fog, ez is jó, derüljön ki. Másik oldalról pedig az egyetem a plágium váddal kapcsolatosan is le fogja folytatni a vizsgálatot. Szerintem ez a megnyugtató állapot. Tudjuk, ha van valaki, aki hogyha hitelesen akar vizsgálatot folytatni, az az egyetem. Nincsen könnyű helyzetben, én ezt belátom, mert neki sincsenek meg a szakdolgozata is, minden más innentől kezdve, hát megkérdőrezhető hitelességű, de az egyetem legalább a jó helyszín arra, hogyha tisztességesen akarnak valamit mondani, akkor megmutatják, hogy a vád igaz, vagy nem bizonyítható, vagy nem állja meg a helyét. Én szerintem erre kell most várjunk. Mi van akkor, hogyha mégis előkerül a két szakdolgozat? Hogyha valaki ellopta, akkor az egyszer csak elő is bukkanhat vele, és kiderül, hogy az egyik a másikról másolódott. Nyilván a később készült az öné, a volt sógoréről. Akkor lemond? Visszavonul? Neki itt állati egyszerű a dolgom. Én ebben a plágium ügyben éppen Schmidt Pál kapcsán egy sor dolgot elmondtam. Mit gondolok erről? Milyen a helyzet? Ugyanezt gondolom ma is. Nem változott meg a véleményem. De van egy könnyebb helyzetem, mint Schmidt Pál esetében, mert itt tudom az igazságot. Tudom, hogy nincsen plágium. És ha nincsen plágium, nem lesz ilyen megállapítás. 35 oldal plágium sincs? 35 oldal plágium sincs. Köszönöm szépen, hogy itt volt.